Már itt a Szexuális Tudásközpontban vannak az I. és Gyula gyermekkönyvtár olvasmányai. Most az intézmény szabadpolcos könyveit telepítik át az új helyre. Alapvetően a gyerekkönyvtárnak az elhelyezése másmilyen lett, mint ahogy eddig volt. A legfontosabb az a fajta kapcsolat, ami most már természetessé válik, hisz egy épületben vagyunk. Évtizedekig szexárdiak azt tanulták meg, hogy a gyerekkönyvtár és a könyvtár két külön házban van. Ez azért nehéz, mert amikor a fiatalok kezdenek kamasszá válni, akkor újra meg kell szokniuk egy új épületet, így viszont egy épületben fölnőve a könyvtárba át tudnak könnyen jönni a másik épületbe. A költözés további előnye, hogy a tudásközpontban nagy közösségi tér áll rendelkezésre, ami eddig nem volt jellemző. Olyan rendezvényeket, olyan közösségi eseményeket tudunk így tartani az épületben, amire eddig nem volt lehetőségünk, és ez új lehetőségeket nyit a gyerekkönyvtár számára is. Az I. és Gyula könyvtár korábbi épülete már több mint 60 éves volt, építési stílusa elavultnak számított. Alapvetően úgy működött, mint egy régi csavarbolt. Van egy raktár, van egy raktáros, és aki kér, azt a raktáros kiszolgálja. Ezzel szemben a modern könyvtárak sokkal inkább, hogy egy ilyen boltos példánál maradjanak, sokkal inkább hasonlítanak a szupermarketekre, ahol az olvasó bejön, nézelődik, válogat. Van neki lehetősége bármit kipróbálni. A költözés várhatóan októberben fejeződik be.